Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Melyik férfi az igazi? A férj vagy a lelki társ? Ez a felvétel egy személyes jóslás Riala számára. Kedves Riala, ez a te videód, de nem a te személyes jóslásod, hanem ezt kérted a barátnődnek, és megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák, de én indítanák az asztrológiával az indiai számítás szerint. Ez a lelki társ, ez a férfi egy nappal új hold előtt született, a hold a nyilas jegyében, a nap pedig a bak jegyében, az indiai számítás szerint. Új hold hat rá. Neki mindig kell ez a visszahúzódás, amikor változik valami az életében, amikor döntéseket kell, hogy hozzon, tehát ő nem sieti el a dolgokat. Az ő horoszkópiában, ennél a férfinél, a bak jegyében van a nap, Mars bolygó és Merkur bolygó. A nap mutatja az ő énjét, az ő személyiségét, azon kívül a férfiasságra utal a Mars bolygó, szintén a bak jegyében, és Merkur bolygó mutatja a gyermekkori, ifjúsági emlékeket, de kihat a kommunikációra, a tudásra is. A bak jegyében mozog jelen pillanatban Szaturnusz bolygó, nem csak idén, hanem jövőre is. Szaturnusz bolygó az a sorsnak a bolygója, őrzi a kármikus témákat, és van Szaturnusz hatása alatt mindig egy feladat, amit tanulnunk kell, gyakran megleckésztet bennünket, vannak néha korlátozások is. Hogy ő ezt melyik életterületen éli át, ezt nem lehet tudni, mert nem tudjuk, hogy hány órakor született. Az ő horoszkópjában a hold a nyilas jegyében található. A hold utal az ő érzelmeire, de anyai témákra is. Fontos a nyilas jegyét megtekinteni. A nyilas jegye az a tűz eleméhez tartozik, és mindig mozgásban van. Neki ez fontos, de kell egy irány, mert a nyilas jegye, ha valaki a nyilas jegyében született, vagy a holdja van a nyilas jegyében, mint nála, hajlamos arra, hogy azt gondolja, hogy kell, hogy legyen valami más, ami neki többet ígér, vagy jobb, mint a jelenlegi állapot. Emiatt gyakran elveszti az irányt. És a nyilas jegyének szüksége van egy irányra, szüksége van célokra. A nyilas jegye segít, mert mutatja azt, mit kell tenni, milyen irányba kell tekinteni, és ez a nyíl, az mutatja a központot, a mi galaxiánknak, a tejútunknak a központját. Spirituálisan ez a mi vágyainkat, álmainkat, a reményt jelenti. Ha ő ebben biztos, akkor mindig hoz konkrétan döntéseket, és nem lesz bizonytalan. A nyilas jegyében mozog jelen pillanatban Jupiter bolygó, az hoz neki szerencsét,
most vannak lehetőségei, hogy valamin javítson az életében, vagy valami kigyarapodjon, valami megnövekedjen ez a Jupiter hatás, vagy hogy ő megkapja az igazságot, ha átélt valamit, amit eddig igazságtalanságnak látott, hogy melyik életterületen éli ezt át, nem lehet tudni, mert ahhoz kellene, hogy tudjam, hogy hány órakor született. Plutó bolygó is a nyilas jegyében mozog, és mutatja, mennyire fontos most egy irány. Szeptember végéig itt volt a nyilas jegyében a lefele mozgó holdcsomó Kétú, egy kármikus csomó, másfél éven keresztül, sőt tovább itt a nyilas jegyében hatott nála, de ez most befejeződött. Itt voltak kármikus témák. Kétú, ez a lefele mozgó holdcsomó a múltra utal, az emlékekre, mindarra, amit ő átélt a korábbi életében. A barátnődnek a horoszkópjában a nyilas jegye az az aszcendentus és az első életház. Az azt jelenti, hogy abban a pillanatban, amikor ő megszületett, ahol ő született, a nyilas jegye kelt fel a keleti határon, és a nyilas jegye hat a barátnődre, mutatja a külsejét, a fellépését, a személyiségét. Itt mindig van mozgás, mint ahogy mondtam, de neki is kell egy irány. Itt van nála a nap, Merkur bolygó és Vénusz bolygó a nyilas jegyében. A barátnődnél ez a személyiség, ez az ő énje, amit kibontakozhat a nyilas jegye, de fontos az irány, vagy tudja azt, hogy mi az, ami őt személyiségé teszi, és ebben az irányban kell, hogy gondolkodjon, így érezze magát, attól függetlenül, hogy mások, hogy gondolkoznak ezen, vagy mi másoknak a véleménye, az nem kell, hogy érdekelje őt. Merkur bolygó szintén itt van a nyilas jegyében, ez mutat kapcsolatokra, kommunikációra. A nyilas jegye szimbolizálja az utakat, nem csak a sors utat, vagy egy belső utat, hanem külföldi kapcsolatokat is. És Merkur bolygó tanul itt valamit, az lehet egy kereskedelmi út, vagy egy idegen nyelvnek a tanulása is, vagy külföldi kapcsolatok. Az lehet interneten keresztül is. Merkur bolygó uralkodik a gyermekkor és az ifjúság felett, mivel itt az aszcendentusnál a külsőről van szó, a barátnőnek mindig van ez a fiatalos kisugárzása, azon kívül Vénusz bolygó is itt van a nyilas jegyében, az utal a nőiességére. Mint mondtam, több mint másfél éven keresztül itt haladt át a lefele mozgó holdcsomó, most már kilépett a nyilas jegyéből, de az elmúlt években hatott rá is, és Kétú hatása alatt ez a lefele mozgó holdcsomó mindig a múltról van szó. És ezek ilyen kármikus emlékek. De ez most befejeződött. Kétú elhagyta a nyilas jegyét, és 2022 tavaszáig a Szkorpión jegyében lesznek más kármikus témák Kétunál, a lefele mozgó holdcsomónál a múltról van szó. Viszont van egy másik holdcsomó, mégpedig a felfele
mozgó holdcsomó Ráhú. Ráhú mutat egy utat, amit mi nem ismerünk, de meg kell, hogy ismerjük, mert a lelkünk kiválasztotta ezt az életutat. Itt, ezen a kármikus úton lesz valami új. A barátnődnél hat, most ez a kármikus csomó. Ráhú a felfele mozgó holdcsomó, ami egy új irányt mutat. Elhagyta az ikrek jegyét szeptember végén, és jelenleg 2022 tavaszáig a bika jegyében lesz. A barátnődnél a bika jegye a hatos életházban van, ami a munkára vonatkozik, lesznek munkahelyi változások. Nálam itt van kármikus téma, mert az ő horoszkópjában, tehát a barátnődnek a horoszkópjában a lefele mozgó holdcsomó Kétú az ő születési horoszkópjában a bika jegyében van. Ez is egy kármikus út, ez is kármikus téma, de ez nem a jövő, hanem a múlt. A születési horoszkópjában, a bika jegyében van a lefele mozgó holdcsomó, ami a múltra utal, és most itt mozog a felfele mozgó holdcsomó, Ráhú, ami utal egy kiútra, újdonságokra, egy új területre, és ő ezt át fogja élni, ami a munkát, a munkahelyét illeti. A lelki társánál, tehát ennél a férfinél, a lefele mozgó holdcsomó, ami a múltra utal, a kármikus témákra, az a nyilas jegye. Itt haladt át Kétú, ez év szeptember végéig, tehát a múlt években voltak itt kármikus témái. Hogy melyik életházban, azt nem tudjuk, mert nem tudjuk, hogy hány órakor született. Az ő, tehát a férfi horoszkópjában a felfele mozgó holdcsomó, ami egy kármikus csomó, és mutat egy új utat, amit ő nem ismer, az ikrek jegyében van, az ő születési horoszkópjában, és itt mozgott ez a Ráhú, ez a felfele mozgó holdcsomó szeptember végéig, most elbúcsúzott az ikrek jegyétől, és átkelt a bika jegyében. A barátnődnél a lefele mozgó holdcsomó az ő születési horoszkópjában a bika jegyében van, és mint mondtam, a hatos életházban, ami a munkát illeti, és most itt mozog 2022-ig a felfele mozgó holdcsomó, és mutat egy új irányt, egy új lehetőséget, amit ő még nem ismer, és Ráhú, a felfele mozgó holdcsomó, a barátnőd születési horoszkópjában a Szkorpión jegyében van, az Anuradha holdházban. Ez a Ráhú itt a Szkorpión jegyében egy életút, egy sorsút, amit az ő lelke kiválasztott, de még nem ismer. Itt a Szkorpión jegye hat a 12-es életházra, ami a visszavonulást jelképezi, és a titkokat.
vagy valami, ami olyan titkos az életben, és oda fog ő nézni. Számára ez egy új út, egy új lehetőség, mert az ő lelke ezt az utat választotta ki, és az a felfele mozgó holdcsomó Rahu azt jelenti, hogy ez az út számára ismeretlen. És itt a titkok házában a mélybe kell nézni, és oda kell figyelni, hogy miért van, miért történik így. Akkor megérti a dolgokat. De itt titkokról is van szó, titkos ellenségekről is van szó, vagy egy titkos szerelemről is lehet szó. Itt ebben az életházban, ami gyakran a visszahúzódást, vagy a magányt is jelentheti, itt van egy ilyen belső út. És az, amit a barátnőd most felfedez, ez a belső erő, vagy az intuíción, vagy az inspiráción, ez, amit ő most átél, mert itt van most egy hatás a ketu mozgástól. Kétú az a lefele mozgó holdcsomó, és utal a múltra, mindarra, amit átéltünk a korábbi életünkben. És ez a lefele mozgó holdcsomó jelenleg itt mozog a Szkorpión jegyében, és marad egy ideig, mégpedig 2022 tavaszáig. Itt ebben a 12-es életházban. Itt lesznek kármikus emlékek. Az lehet egy tudás is, ami minden olyan titokzatos, és ő ezt a következő hónapokban, években felfedezi magának. Azon kívül ez a Rahu, ez a felfele mozgó holdcsomó az ő születési horoszkópiában, a Szkorpión jegyében az Anuradha holdházban van. Az Anuradha holdház szerencsét hoz. Ha ő felfedezi ezt a titkos életházat, és jönnek ezek a kármikus emlékek, akkor neki ez szerencsét hoz. Erről szól ez az Anuradha holdház. A barátnődnél a 7-es életház mutatja a házasságát, a párkapcsolatot, ez az ikrek jegyében van. Itt volt szeptember végéig Rahu, a felfele mozgó holdcsomó. Hatott rá a 7-es életházban az elmúlt másfél évben, és ez a Rahu, ez a felfele mozgó holdcsomó mutat egy új irányt, egy új utat, vagy egy kiutat. Ő ezt már hónapok óta érzi, hogy szeretné a házasságát felbontani. A barátnődnek a horoszkópiában, itt az ikrek jegyében, a 7-es életházban, ami a házasságra, a párkapcsolatra utal, ott található Szaturnusz bolygó, ami mutat korlátozásokat, nehézségeket, és mivel ez a felfele mozgó holdcsomó itt átkelt, áttért ezen a Szaturnusz hatáson is, nehézségek a házasság területén, egy új út, egy kiút, ez arra utal, hogy ők elhagyják egymást. Vagy mondhatnám úgy is, a barátnőt szeretné a házasságot felbontani, mert keres egy új utat, egy kiútat. A barátnőt horoszkópjában a Mars bolygó, Neptun bolygó és Rahu, a felfele mozgó holdcsomó, ez a kármikus csomó, ami egy új irányt jelent,
a 12-es életházban van, a Skorpión jegyében. Tehát nem csak ez a kármikus csomóhat itt, hanem Mars bolygó, az mutatja az ő erejét, ahogy ő megvédi magát, de utal egy férfire is. Itt a 12-es életházban titkokról van szó. Neptun bolygó is itt található a Skorpión jegyében. Neptun bolygót nem könnyű leírni, mert Neptun bolygónál álmokról van szó. Ez még nem a valóság, de ha hiszünk benne, akkor ez megvalósul. De előfordulhat az is, hogy mások mondanak nekünk valamit, és ez olyan mesebeli, szép, de ha az nem a valóság, hanem hazugság, akkor ez a hatás csalódásokra vezethet. Erre neki oda kell, hogy figyeljen, különösen, ha egy férfiról van szó, vagy egy szerelmi, egy ilyen titkos szerelmi kapcsolatról van szó, az csalódásokhoz vezethet, és itt vannak nála kármikus témái, erre utal a felfele mozgó holdcsomó, neki kell itt egy kiút. Kétú, a lefele mozgó holdcsomó, ami a múltra utal, és jönnek az emlékek, a csalódások is, most itt mozog a Skorpión jegyében 2022 tavaszáig. Itt van egy fordulat, de itt tanulnia kell valamit, mégpedig azt, hogyha egy férfi közeledik hozzá, és valamit olyan szépen elmesél, nem biztos, hogy ez az igazság. Itt megvan a veszély, hogy őt becsapják. De itt a 12-es életházban nem csak egy titkos szerelemről van szó, hanem titkos ellenségekről is, tehát az lehet egy hölgy is a háttérben. Itt neki tanulnia kell, hogy óvatos legyen, és védje magát, legyen visszahúzódó, és ne nyitott, hogyha ilyen szerelmi témákról van szó, vagy egy bizonyos férfiről, és arra is figyeljen oda, ha ezek a szép szavakat ő hallja, nem biztos, hogy úgy van, mert ő a múltban, a korábbi életében csalódásokon ment keresztül, és most ezt hozza rendbe ebben az életházban. Ennél a férfinél a Mars bolygó, ami az ő férfiasságát mutatja, az a Bak jegyében van. Itt mozog most Szaturnusz bolygó, és ő, mint férfi, és az kihat a párkapcsolatra is, lesz itt egy sorsdöntő fordulat, döntéseket fog hozni, lesznek változások a párkapcsolat területén. A barátnőd Mars bolygója a Skorpión jegyében, és a férfi Mars bolygója a Bak jegyében harmonizál egymással. A barátnőt horoszkópjában a Vénusz bolygó, az a nyilas jegyében van, ez a tűz eleméhez tartozik, és mindig mozgásban van. A férfi születési horoszkópjában a Vénusz bolygó, ami a hölgyeket illeti, ahogy ő ezt elképzeli, a halak jegyében van. A hölgy legyen inkább olyan titokzatos és álmodozó. Itt a kettő között a barátnőd Vénusz bolygója a nyilas jegyében, és a férfi Vénusz bolygója a halak jegyében, kettő között van egy úgynevezett kvadrát aspektus. Ezek kihívások. Tehát, ha ő a nőiességét úgy éli, hogy mindig mozgásban van, és be akarja magát bizonyítani, hogy jobb, mint más hölgyek,
vagy szebb, mint mások, ez ennél a férfinél nem tetszik. Viszont ha olyan álmodozó, olyan visszahúzódó, a nőies, szerény, de éli az álmait, az, amit ez a férfi nagyon kedvel. A barátnőt horoszkópjában a nap a nyilas jegyében van, a férfi horoszkópjában a nap a bak jegyében van, a nyilas és a bak olyan szomszédos jegy, és így segítik egymás, mint a szomszédok, és megvan köztük ez a bizalom. Olyan érzést vált ki, mintha mindig ismerték volna egymást. A barátnődnél a hold, ami az érzelmeket és anyai témákat illet, az a kos jegyében van, a Bharani holdházban, ami a megújulásokra utal, a változásokra. Lesznek is változások, mert az indiai számítás szerint Uranusz bolygó a kos jegyében van, marad is még pár évig, és az mindig változásokat hoz az életben, nagyobb változásokat, erre számíthat is. Melyik életházban lesznek ezek a változások? Az ötös életházban. Az ötös életház az utal a gyermekekre, a gyermekkori emlékekre, de kihat ránk, felnőttekre is, az életet úgy tekinteni, mint egy színdarab, és azt olyan formába önteni, de játékosan, úgy, ahogy a gyermekek ezt teszik. Tehát itt lesznek változások, azt érzi is, mert itt van nála a hold, ami az érzelmekre kihat. A férfi születési horoszkópjában a hold a nyilas jegyében van, a kos jegye és a nyilas jegye harmonizál egymással, mert mindkettő a tűz eleméhez tartozik, az mutatja a vágyakat, a testi kapcsolatokat is. Az ő horoszkópjában a hold a nyilas jegyében, a Purva Sáda holdházban van, és az azt jelenti, neki kell egy hely, ahol úgy érzi, igen, ide tartozom. Ahol le tud gyökerezni, és ez, amit ő keres, és hol találja meg, a párkapcsolatban találja meg. És most megnézzük ezt a jóslást. Ő az igazi, vagy a férje az igazi? Ezek a képek mutatják a férjet, és itt ezek a kártyák pedig a lelki társat. A barátnőd jelenlegi helyzetét itt ez a kard szimbolizálja. Ő egyedül veszi kezébe a dolgokat, fontos döntéseket fog hozni, érzi a levegő elemét, az a könnyűség, de a kommunikációt is jelenti, és ez a kard, ez utalhat egy válásra is. Mi az, ami most a barátnődet gyengíti? Ezt mutatja itt ez a kártya. Ez a fiatal férfi a kezében tart egy arany kehelyt, és a szimbolizálja az érzelmeket. Nincs jól. Lehet, hogy fél ettől a válástól. Az is lehet, hogy szeretné azt, ha a lelki társ nyitottabb lenne és beszélne az érzelmeiről, de ha nem így van, akkor azt őt az is gyengíti. És mi erősíti a barátnődet? Azt mutatja itt ez a kártya. Itt a kézben van ez az arany érem, és az utal az anyagiakra és a munkahelyre, a biztonság érzetére is. Azon kívül utal az értékekre,
a belső értékekre is, ha számára ez a lelkitárs értékes, vagy ez a szerelem értékes, akkor érzi is ezt az erőt. Most megtekintjük a férjet. A férj jelenlegi helyzetét itt ez az eremit mutat, ami a visszahúzódást jelenti. Ő nagyon magába húzódó, nem beszél az érzelmekről, ami őt gyengíti, azt mutatja itt ez az uralkodó. Ő nem ura a helyzetnek. Ő nem tudja, hogyan tovább, ő megpróbál visszahúzódni, de érzi azt, hogy itt válásra kerül a sor, és ezt mutatja itt ez a kártya. Elbúcsúzik a múlttól. Itt még vannak érzelmek, erre utalnak ezek a kelyhek, de sok fájdalom vagy könny is benne. Az is lehet, hogy ő érzi, hogy ő megsértette a barátnődet, és visszahúzódó, van lelkiismeret furdalása, nem ura a helyzetnek, és tudja azt, hogy gyakran eltúlozta a dolgokat, és az ahhoz vezetett, hogy a barátnőt sír. Érzi a vállást, most sír ő, de nem mondja, nem mutatja ki, inkább visszahúzódó. És hogyan tovább? Ez a kártya utal az emlékekre, ez a házasság befejeződik, és marad egy emlék. A lelkitárs, az ő jelenlegi helyzetét itt ez a kártya mutatja, az erőt jelenti. Ő adja az erőt a barátnődnek, de kívánja azt is, hogy a barátnőd gondoskodjon róla, adja számára az erőt, ami őt gyengíti, így feje tetejére álltak a dolgok, nem tudja hogyan tovább, néha az az érzése, hogy elveszíti a talajt a lába alól, de ő bátor és magabiztos, így a kezébe veszi a dolgokat, döntéseket fog hozni, de időre van szüksége, erre utal ez a kép, mert itt van a négy évszak, tavasz, nyár, ősz, tél szimbóluma, és az egy évet jelent. Tehát kell ahhoz egy év, mire a barátnőt elválik, mire ők összejönnek, és a jövőt ez a kártya mutatja itt, egy párkapcsolat, egy boldog párkapcsolat alakul ki köztük, és ehhez kell egy kis idő. Én megkérdezném az ingát, lesz itt vállás, lesz itt egy megújulás, lesznek ezek a változások, igen, nem, vagy talán. Ha az inga jobbra mozdul ki, akkor az azt jelenti, igen, vállásra kerül a sor, lesz itt egy új kezdet. Ha az inga balra fordul ki, akkor az azt jelenti, itt nem változik semmi. Ha az inga megáll, akkor megállnak az események, és nem lehet tudni, hogyan tovább. Az inga válasza, ők el fognak válni, és a lelki társal lesz egy új kezdet egy éven belül. Kedves Riala, így tudtam a kérdést megválaszolni, köszönöm, hogy hozzám fordultatok, kívánok nektek minden jót, nagyon sok szeretettel, Dendera! És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!